Márton testvér vagyok, a Pannonhalmi Főapátság gyógynövénykertjéből, a kertnek a vezetője vagyok. A gyógynövénykertben vagyunk, és itt van mögöttem a levendulás. Ez az időszak nyugalmi időszak, a növények a vegetáción kívül vannak, de amikor a teljes nyári időszakban vagyunk, akkor itt nem csak a színvilág, hanem maga az illatok, az aromák körbelengik ezt a helyet. És ezen a 10 hektáros területen gazdálkodik ma az apátság a gyógynövénytermesztésben. A hagyomány az egészen Szent Benedekig nyúlik vissza, 1500 évre visszamenőleg, amikor is a rendalapító azt a feladatot bízza a szerzetesekre, hogy a kertet is műveljék, meg mindenféle mezőgazdasági tevékenységet folytassanak. És így kerül be aztán az európai kultúrába az, hogy egyre inkább különféle haszonnövényeken keresztül a társadalom eléggé széles szegmensében nagyon gazdag növény állatvilág lesz a termesztésben, és utána a gyógynövények és fűszernövények tekintetében meg ezeket elkezdik beépíteni hagyományaiba és a mindennapjaiba. A gyógyászatnak lesz az alapanyagai, ezek a gyógynövények, gyógyfüvek, és természetesen a gasztronómia is átveszi ezeket a növényeket. Miért fontos az, hogy ma használjunk vagy ne használjunk gyógynövényeket? Azt gondolom, hogy a természetes élethez való visszanyúlás az azt szolgálja, hogy mindenhez vissza akarunk nyúlni, ami ezt a természetesen meglévő vagy megtermeszthető növényeket illeti, és mellette a gyógyászat miatt hát ezeket az anyagokat akarjuk elsősorban használni, gyógynövényekként, teákként, vagy különféle készítményekként, amelyeket akár otthon is, akár egy kivonatolás során fűszernövényeket, vagy akár gyógynövényeket használhatunk. És egészen a napjainkig a gasztronómia lett hangsúlyossá a gyógynövények szintjén is, hogy a levendulától, a borsmentán keresztül a különféle fűszernövényeket elkezdjük tudatosan használni. Ezeket mi meg tudjuk a saját kertünkben is, ne talántán akár az erkélyünkön is termeszteni 5 dézsában, de persze kinti területeken természetesen, és hogy bármekkora is legyen a lehetőségünk, igazából van módunk rá, hogy a saját háztartásunkban lévő mennyiséget megtermesszük. Persze, hogyha nagyüzemi körülmények között gondolkodunk, akkor persze ipari méretekben történik a termesztés. Ősztől újraindul Keszthelyen a Georgikonnak a gyógy- és fűszernövény képzése, és ebben hát szeretettel ajánljuk Önöknek, azért is, mert hogy a Pannonhalmi Főapátság gyógynövénykertje egyik gyakorló helye lesz a képzésnek, és valójában bárki szinte, aki akár a középiskola utáni, vagy akár középkorosztály, de akár még az idősödő korosztály is, aki magában készséget, képességet érez arra, és nagy-nagy belső elhivatottságot, abba, hogy ebben így belepróbálkozzon, az bátorítom, hogy jöjjön, mert hogy a gyógynövények világa, az illóolajak, az egész aromavilág, az valami újbóli új tapasztalatot ad, mint a nyálkahártya érzékszerveken keresztül, egy ízlelő bimboikon keresztül, és a mindennapjaink az egész egyszerű teától, akár egy bonyolult krémes süteményig, vagy akár egy finom szörpig, de akár persze egy nagyon finom marhasültig fűszerezve, bármilyen módon fel tudjuk használni ezeket a gyógynövényeket. Köszönöm szépen!